Az első nagy világégés a második világháború borzalmaihoz képest szinte eltörpült. Magyarországot alapvető politikai célkitűzései és lehetőségei automatikusan hozták abba a helyzetbe, amelynek végeredménye az ország teljes politikai és erkölcsi veresége és javainak szétrombolása, elrablása lett. Az 1933-ban hatalomra jutott NSDAP és annak vezetője Adolf Hitler nyíltan célul tűzte ki a versailles-i békerendszer felülvizsgálatát és revízióját, és a 30-as évek második felétől már erőteljes és agresszív külpolitikát folytatott. Elég csak a spanyol polgárháborúban betöltött szerepére utalni, az Anschlussra vagy Csehszlovákia szétverésére, valamint Cseh és Morvaország megszállására. A következő áldozat Lengyelország volt, amit Hitler és Sztálin a Molotov-Ribbentrop paktumban felosztottak egymás között. 1939. szeptemberében a Wehrmacht, illetve a Vörös Hadsereg egységei elfoglalták Lengyelországot, Franciaország és Anglia pedig hamarosan hadban állt a németekkel. Teleki Pál miniszterelnök, a korabeli magyar kormány és a politikai elit többszörösen nehéz helyzetben volt. Egyrészt az ország közvetlen szomszédja volt az a Németország, amelytől ekkorra már komoly gazdasági függésben volt Magyarország. Másrészt Németországtól és a vele szövetséges fasiszta Olaszországtól függött a magyar revíziós törekvések sikere. A német politika pedig jól ismerte a régióban lévő országok egymással szembeni barátságtalan és bizalmatlan viszonyát, és amennyire tudta, ki is használta ezeket. Az 1940. évi német hadisikerek miatt egyre nagyobb nyomás nehezedett a közép-kelet-európai kisállamokra, így 1940. november 20-án Magyarország is csatlakozott a három hatalmi egyezményhez. Teleki Jugoszláviában látta a nyugattal való további kapcsolattartás egyik lehetőségét, így a két ország 1940. december 12-én örök barátsági szerződést kötött egymással. 1941 tavaszán a németek, segítendő a Görögországban egyre nagyobb bajba kerülő olasz szövetségesüket, csak Jugoszlávián keresztül tudtak felvonulni. Ez azonban az ottani belpolitikai eseménysor után békésen már nem volt elképzelhető. Ekkor már felvonulási területként is számítottak az immár hivatalosan is német szövetséges Magyarországra, akit ráadásul bizonyos területi kedvezményekkel is kecsegtettek. Teleki látta a csapda helyzetet, és mivel nem tudott erkölcsileg és politikailag is vállalható döntést hozni, az öngyilkosságba menekült. Utódja Bárdossy László számára nem volt kérdés a döntés. Magyarország is csatlakozott a Jugoszlávia elleni hadművelethez, igaz, csak a horvát függetlenség kikiáltása után és szigorúan a német offenzívát követve. Problematikusabb volt 1941. júniusában a Szovjetunió elleni hadiállapot kinyilvánítása, amelyre a casus belli Kassa június 26-ai bombázása volt. Magyarországnak nem voltak területi érdekei, de a német fél sem adta semmi tanújelét annak, hogy bármilyen magyar segítségre igényt tartana. Ugyanakkor sokan úgy gondolták magyar részről, politikusok, katonák, hogy Magyarországnak feltétlenül részt kell vennie a Szovjetunió elleni katonai műveletben. A döntés következményei végzetesek voltak. A honvédség alkalmatlan volt ugyanis egy modern háborúra. 1941 végére Magyarország már hadban állt nem csak a Szovjetunióval, hanem Nagy-Britanniával és az Egyesült Államokkal is, utóbbi esetben is a magyar fél nyilvánította ki a hadiállapot beálltát. Bár Bárdossy 1942 elején megbukott, az őt követő Kállai Miklós vezette kormány kényszerpályán mozgott. Noha Szentgyörgyi Albert közvetítésével próbálkozott a nyugati szövetségesekkel való megegyezésre. Ez azonban teljesen eredménytelen maradt. Szentgyörgyi 1943-as isztambuli missziójáról a németek mindent tudtak, így az eleve kudarcra volt ítélve. A hadihelyzet alakulása és a kormánnyal szembeni német bizalmatlanság megpecsételte az ország sorsát. 1944. március 19-én a Wehrmacht és a vele együtt érkező német rendészeti és biztonsági szervek megszállták az országot. A kollaboráns tójai Döme vezette kormány pedig kiszolgálta őket. Ebben az időszakban 437 ezer magyar zsidót deportáltak, jó részüket Auschwitzba. Jól lehet, 1944 késő nyarán és kora őszén Horthy megpróbált irányt váltani, különösen Románia 1944. augusztus 23-ai átállása után, de a németek minden lépéssel tisztában voltak. Így, amikor a magyar kiugrás október 15-én realitásként felvillant, azonnal léptek. Utolsó magyarországi szövetségeseiket juttatták hatalomba Szálasi Ferenc vezetésével. A háború e bő fél éve a rablás, a terror, a pusztulás időszaka. Amikor 1945. április közepére megszűntek a harcok, Magyarország egy lerombolt, kifosztott, tönkrement, kivérzett és megalázott ország volt.